Csodálatosan felkészültem. Aztán a kis háromlábú állvány, de a telefonbetétet elfelejtettem beletekerni. Szóval fogalmam sincs, mi látszik majd ebbe a telefonba. Kihajintottam nagy látószögre, és hát vasárnap van, délelőtt. Még megyek egy születésnapi partiba is, azért vagyok kirikkentve, ilyen családi anyóshoz. De előtte bejöttem ide. Ez az egyik ügyfél. És hát majd szükség lesz a laptopomra is, mert ezen vannak a notkódok, meg ilyenek. Ugye ez egy használt laptop, nem is most vettem, már jó pár éve, és jó pár éves is volt egyébként már akkor is, de teljesen jól működik. Nekem a munka céljaira tökéletes. Hát így a Kernel Pánik csatornára oda egy kicsikét kevés, mert oda néha az ember tesztel, mit tudom én, AX-es, Wi-Fi-t, meg ilyeneket. Hát oda ez karcsú, de a munkára tökéletes egyébként. Úgy voltam vele, hogy inkább vettem egy jó üzleti laptopot, mint valami gagyi szar műanyag ócskaságot, még többért. És hát igazándiból nem csak magamnak szoktam használni cuccokat vásárolni, hanem előfordulnak olyan alacsony költségvetés ügyfelek, hát legalábbis az IT-re alacsony költségvetéssel vannak, legyünk pontosak, ahol hát szükségessé válik időnként egy-egy gépbeszerzés, vagy ilyenek, és hát én ilyenkor használt cuccot szoktam venni, de hát nem az, mint régen, ezelőtt 30 éve, fiatalom koromban, hogy az ember ugye csencsel össze-vissza használt cuccokkal, aztán, hát vagy jó, vagy nem jó, hanem én cégtől szoktam venni, használtam, ami azért jó, mert arra van garancia. Úgyhogy hát most megismerkedtek még egy olyan céggel, akivel hát idézőjelben szoktam üzletelni, ők nem tudják, hogy szoktam velük üzletelni, mert az ügyfelek szoktak tőlük vásárolni, de ha használt gép kell, vagy használt laptop, vagy ilyesmi, akkor én megmondom őszintén, mindig tőlük szoktam vásárolni, és mivel elégedett ügyfél vagyok, ezért el is mondhatom, hogy ki ez a tőlük, ez a PC Arena, és most kéne szereznem egy ullót, amivel ezt fölvágom, mindjárt hozok. Most ide egy asztali gép lett rendelve, ha nem is itt lesz, hanem vidéken lesz, az egyik telephelyükön, és hát a jövő héten akarják oda levinni, úgyhogy ezért aztán úgy voltam vele, hogy akkor jó, beugrom, gyorsan csináljuk meg. Ez egy asztali gép, de a doboz nagyon-nagyon könnyű, gyakorlatilag érzésre, mintha üres lenne, de nem gondolom, hogy üres dobozt küldtek, úgyhogy remélhetően találunk benne valamit. Hát most nem a kamerát mozgatom, mert az ki van támasztva. Úgyhogy a dobozt mozgatom, némi csomagolás. Lehet majd kukkaszgatni, jó tesz az idegeknek. Hol van a gép? Ugye ez egy mini számítógép lesz. Meg némi apróság. Gyakorlatilag das ist the számítógép. Némi egység, tápegység, és hát kértünk hozzá egy ögér billentyűzetet, mert ez mindig ennyi, más már nincs benne. Oszt energiaital meg nincsen benne. Meg csokoládé, maláj, kurvák, de a cucc az benne van. Hát ez tényleg nagyon pici. Ez tényleg very pici. Én a képeken nem néztem, tehát láttam, hogy kicsi, de hogy ennyire pici, azt nem gondoltam volna. Itt már azért van súlya, tehát ha méretéhez viszonyítjuk, itt már van súlya. Ígyni. Ez egy Dell Optiplex 7040, egy i5 6500T van benne, 8 giga RAM, 256 giga SSD. Ígyni. És hát, jó, most megfogom ezt a telefont innen. Ez miért itt van az elején? Ez olyan csúnya? Én ezt átragasztom, bocsi. Átragasztom az aljára.
ez ott nagyon csúnya volt. Na, és ezen van egy Windows 10 Pro, ha minden igaz. Hátul is van egy pár USB, HDMI, és erről is van USB, és erről is USB 3-asok vannak. Ígéretesen hangzik. Én azt mondom, nézzünk bele, mi van a dobozban. Kitekerjük a csavart, és megnézzük, hogy ez a doboz, ez hogyan esik széllyel. Előre, hátra, vagy hogy jön ez, vagy fölfelé, vagy előre kell kimennie, hogy van ez, előre kell kimennie. Nem ismerem ezt a készüléket. Na, gyertek! Így néz ki a jószág. Hűtő, hangszóró, csekkozatok USB, itt egy diszkhely, ott csücsül bent az SSD, hátul is USB, igazániból amire ez neki kelleni fog, arra ez a gép tökéletes lesz. Na, monitort azt nem rendeltünk hozzá, mert az itt van, úgyhogy arról volt szó, hogy monitor az nem kell. Az itteni tulaj valonnan buggantott egy monitort. Na, összerakom addig ezt a telefont, kikapcsolom, majd újból betámasztom valami jó helyre, aztán megnézzük. Csináljunk még nagyobb rumlit. Szerencsére hoztam elosztót is, hogy be tudjam dugni, plusz hoztam egy rohadt hosszú UTP kábelt, hogy hálózatra is fel tudjam dugni, hiszen ezt most én komplettírozni fogom. Na. Jó. Paty. Visszatekerjük a csavarkát. És van hozzá egy ilyen csinos kis táp. Hát ez igazán nem sok fog sok helyet foglalni. Jó kis gép. Egy ilyen akár otthoni gépnek is jó lenne. És akkor nem kéne a többiekkel vergődni időnként a közös gépen, ha a nagy gép kell. Itt a táphelye, és kotoljuk ki a táskából akkor a hosszabbítót. Hol a táska? Az előbb még megvolt. Ja, itt van. Meg a jó hosszú UTP, amit hozott apa. Na, úgyis meg kell még itt a monitort is dugni, mert itt állandóan kevés a konnektor, a fele ajzat itt amerikai szabványú ezen a helyen. Ez mindig egy ilyen macera, hogy mit hova dúljon az ember. Jöjjön a monitor, azt majd utána itt rendet vágok. Sok időm most nincsen, nagyjából föltelepítek rá, hát létrehozom a felhasználót, mert elmentek, ugye van rajta egy előtelepített Windows-er. Shitty! Ezt a monitort erre nem fogom feldugni. Mert ugye ezen nincsen ilyen csatlakozó. Halleluja! Halleluja! A nagyobb probléma az, hát én nem néztem meg, milyen monitort hoznak, ugye, hiszen most láttam, hogy milyen monitort hoznak hozzá. Ez azért kellemetlen, mert nincs nálam átalakító. Tehát én sem fogom tudni ezt most feltelepíteni, mert itt szerintem sehol nincs. Hát mindenhol csak ilyen monitor van, amin a D-Sub csatlakozó van. Csupa öreg kacak, ezért nem jó, hogy nem láttam, hogy milyen monitort hoznak, csak mondták, hogy ó, majd monitort azt szereznek, ó, monitort azt szereznek. Azzal én ne foglalkozzak, csak a gépet rendeljem meg. Hát a faszomat. A gépet megrendeltem, a gép itt van, aztán nincs mit rája dugni. Körülnézek, de szerintem itt egy monitor se lesz olyan, amin van
a D-subon kívül bármilyen más csatlakozó. Átalakító az meg pláne nincsen. Tök jó. Na akkor nézzünk körül. Hát ez egy egészséges döntetlen. Én ugye elküldtem nekik, hogy melyik gépet rendelem meg, hiszen hát ők is fizették meg, tehát ők rendelték meg. Külön nem hívtam fel a figyelmüket rá, hogy milyen csatlakozó van rajta, ez oké. Úgyhogy mondhatjuk, hogy ez az én hibám, de azt mondták a monitorra, én ne foglalkozzak, a monitort ők intézik, van nekik. Úgyhogy akár ők is megnézhették volna, nem tudom, teljesen mindegy, végül is kurvára lényegtelen kinek a hibája. Egy a lényeg, hogy most potyára jöttem be. Ez a gép, ez ma nem leszem főtelepítve. Nem hoztam HDMI átalakítót, mert egyébként lenne otthon, tehát ez a legborzasztóbb, hogy van otthon HDMI átalakítóm, de erre nem számítottam, hogy egy ilyen monitort hajítanak ide. Eleve egyébként szerintem ez nem is az a monitor, amit azt mondták, hogy itt hagynak egy monitor, mert azt mondták, a monitort itt hagyják a gép mellett, és a gép mellett semmi nem volt, nemhogy monitor, ez itt volt bent az asztalon, ez szerintem egy régebbi gépnek a monitorja, de más monitor meg nincsen, úgyhogy kúra fölöslegesen jöttem be ide vasárnap, hogy a tetves kurva életbe, és mivel közt jövő hét közepén ki akarják vinni, ezért ezt jövő hét elejére be kell üteveznem. Én ugye mondtam, hogy rendelek monitort is hozzá, de nem. Nem. Hát ebből most jó nagy szopó lett, leginkább nekem. Aztán, hogy most honnan lesz monitor, akkor rendelünk, mert egyébként lehetne rendelni monitort is, vagy szereznek egy másikat, vagy tököm se tudja, mindegy. Ez most egy teljesen fölösleges út volt. Ismét nagyon proaktív voltam, ugye ez az hely, ahol voltak ilyen HP mini pavilonos gép telepítéses videó innen, és itt találtam egy originális, és hát most már igazániból még alatta is van még egy szerintem. Ezeket ugye hozta az USA-ból a tulaj, hogy milyen fasza, de hát aztán kiderült természetesen, hogy nem fasza. És hát ennek szerencsére a monitorjához van HDMI csatlakozó. Így aztán ide heftöltem ezt a monitort. Itt lesz hozzá a HDMI. Hát még jó, hogy hoztam magammal a rendes 220-as kábelt, mert ez nem érne el a fali csatlakozóig, a hosszabbítóba viszont nem tudom bedugni, mert nincs átalakítóm, úgyhogy a saját magam által hozott kábelt beledugom az alapterébe, és akkor végre mindjárt dolgozhatunk és föltelepíthetem, úgyhogy mégsem hiába jöttem. Yeah! Hát egy ilyen szűk nézőpontból nézzük, úgyhogy ne nagyon derüljenek ki a céges infók. Most jön a főpróba, még én se kapcsoltam be. A kép villog. Kapcsoljuk be és nézzük meg. Megnyomtuk a gombot, fölvillant. Nem tudom, hogy röviden kell nyomni, hosszan kell nyomni, mit kell ezzel csinálni. A LED már villog rajta, a Dell felirat megjelent rajta. Ezek szerint akkor röviden kell megnyomni. Közelebb jövök. Na, és ugye ezt nem mondtam, de ugye ezekre 2 év garancia van így alapból. Tehát ezért érdemes inkább így cégtől vásárolni használtan. Én azt mondom, persze, kicsit drágább lesz, ez egyértelmű, de először is hát látható, szép állapotban van, gatyában van rázva, és nem azt mondom, hogy izé van rajta egy-két karc, meg ilyenek, de használható, elő van telepítve itt, és 2 évig arra van rá, bármilyen olyan visszaküldöd a picsába. És hát én, nekem nem volt még garanciális problémám velük, pedig azért már jó néhány gépet vettünk, de amiket hallottam visszajelzéseket, ott sem nagyon problémáznak a garanciával. Na, ez az a pont, amikor már akkor nem mutatom tovább a dolgokat, hiszen itt nekiállok mindent telepíteni, beállítani, faszán működik. Nem a géppel volt a probléma a monitorral. Hát ennek meg vagy örülnek, vagy nem, hogy kiszedtem onnan, ha nem, akkor majd szereznek egy másik monitor, de mivel már az egy éve van ott berohasztva, dobozolva, én nem gondolom, hogy azt amúgy használni akarnák bárhova is, így ismerve az itteni viszonyokat. Úgyhogy, de mindegy, én legalább föl tudom telepíteni. Mert most itt vasárnap, na, se idő, se lehetőség, se kedvezzel baszakodni, hogy itt valamnan kajtassak egy monitort. Ezért nem szeretem az ilyen fele más megoldásokat, hogy jó, majd én hozom. Legyen egyben minden megvéve, aztán kész. Na, mindegy! A vége az happy end, úgyhogy királyság, ennek örülök, lehet örülni, én nekem különösen lehet örülni, aztán nekiállok dolgozni, mert utána vár a vasárnapi születésnapi ebéd, és már röffentem is rá,
a vírusvédelmet, LibreOffice, Firefox, Chrome, Free Commander, 7-zip, ilyenek rajta vannak, ezt gyakorlatilag egy ilyen általános irodai munkára fogják használni. Valószínűleg még lesz mellé egy Office rárakva, illetve hát majd webes felületen az SAP lesz egy webes felületen elérve, ez messze távol lesz innen vidéken, de nagyon szépen muzsikál a gép, úgyhogy első víruskeresés zajlik, dolgozik, valakiért jöttek a rendőrök, aki nem én vagyok, ott még volt vinni kis izé, valami hibajelzés, appá! De aztán rájött, hogy mégis el tud indulni ez a modul, úgyhogy ennyi. Úgyhogy még el fogom érni az ebédet. Innen 11:30-kor kell lelétszelnem, úgyhogy el fogom érni az ebédet. Hála annak, hogy SSD-vel van a gép szerelve, én már olyat nem akartam, amivel nem SSD van. Tehát ez egyértelmű azért. Na, elszokott már mindenki a vinyótól. Most neki áll valami vinyó darálni, aztán jön a sipárgás, hogy hú, lassú a gép, meg minden. Úgyhogy ez teljesen jó lesz. Jó kis szerkezet ez.